A Soproni Távközlési Igazgatóság célja, hogy ügyfeleit mind magasabb színvonalon szolgálja ki. Ennek a törekvésnek a jegyében építi ki ügyfélszolgálati irodahálózatát, ahol kulturált körülmények között találkozhatnak és intézhetik ügyeiket a szolgáltatásokat igénybe vevők. A Győri Ügyfélszolgálati Iroda 1990. szeptember hónapjában először csak az ideiglenesen, majd 1991. február 27-én a Gorki utca 36 szám alatt véglegesen kialakított helyen kezdte meg működését. Megjelenésében és belső építészeti kialakításában a vállalat arculatát tükrözi. Az iroda az alábbi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Telefonok, telefaxok, alközpontok és egyéb távközlési végberendezések árusítása, megrendelések felvétele, távbeszélő állomással, valamint számlapanaszokkal kapcsolatos információadás, távbeszélő számla befizetés, nyilvános telex, telefax, telefonszolgáltatás, fénymásolás, telex berendezések bérbeadásának közvetítése, postai tulajdonú készülékek cseréje. Az irodákban csak a szabványnak megfelelő, érvényes típusengedéllyel rendelkező berendezéseket árusítanak. A távközlési berendezések forgalmazásával és távközlési szolgáltatásaival 18 millió forintnyi forgalmat bonyolított le a Győri Iroda megnyitása óta. Az iroda 70%-ban tájékoztatási, információs és ügyintézési tevékenységet végez, és ez természetesen nem jár bevétellel. Elsődleges cél az, hogy a távközlési hálózatba mind nagyobb mennyiségben jó minőségű berendezések kerüljenek a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A Soproni Távközlési Igazgatóság reméli, hogy a területén a három megyeszékhelyen és Sopronban működő irodákon kívül további irodák létesítésére is rövidesen sor kerül. Az erre fordított összegek az ügyfelek szélesebb körű és magasabb színvonalú kiszolgálásában fognak kamatozni. A vállalat jó imázsának kialakításában hosszú távon megtérülő, jó befektetésnek bizonyulnának ezek a fejlesztések.